Érkeznek a próbára a Tolnai Ifjúsági Fúvó zenekar tagjai. Ha minden a rendes kerékvágásban haladt volna, ez időtájt épp Spanyolországban kéne megmutatni tudásukat a nemzetközi fúvó zenekari találkozón. A többit tudjuk. Vírus járvány jött, ők meg nem mentek. Hát volt csalódottság rendesen, de hát az igazság, hogy jövőre megrendezik ugyanilyen feltételekkel ezt a versenyt, úgyhogy majd akkor 2021-ben fogunk menni Spanyolországba. Hát eddig úgy voltam vele, hogy nagyon-nagyon örültem neki, meg a zenekar is nagyon örült neki, hogy mehetünk, azért tényleg egy hatalmas lehetőség ez nekünk. De így, hogy kaptunk még egy évet arra, hogy felkészüljünk, így úgy vagyok vele, hogy megpróbáljuk akkor a maximumot kihozni belőle, és hát szeretnénk majd ott egy komoly eredményt elérni. Maga a műsor az nem változhat, hiszen így adtuk le a jelentkezést, tehát előre le kellett adjuk, hogy milyen műveket szeretnénk játszani, meg van egy kötelező darab is, amit elő kell adni ebben a kategóriában. Úgyhogy maga a műsor nem változik, csak maximum hát több idő miatt jobban fel tudunk talán majd készülni. Spanyolország nem, de a Brass Vegas, a tolnaiak által illetve hívott fesztivál lesz. És most erre készül az együttes. Már rajta vagyunk a szervezésen. Idén is kétnapos lesz a fesztivál. Annyiban újítottunk idén, hogy a pénteki nap az teljes mértékben egy ilyen brass band battle lesz. Na most az lehet, hogy sokaknak még nem mond semmit, hogy mi ez a brass band műfaj, de ugye nekem van egy másik zenekarom, a Band of Streets, és hát mi mondhatom úgy, hogy meghonosítottuk itthon ezt a műfajt. Ez egy New Orleans-i alapú utcazenész rezes formáció. És azért most már itthon van annyi zenekar, hál' Istennek, hogy tudunk csinálni nekik egy ilyen versenyt, ahol összemérhetik majd a tudásukat. A Brass Vegas egy jó szakmai fórum arra, hogy felmérjük, hol tartunk, mondja Tali Gergő. Aztán gondolom, hogy nagyon jó buli lesz, mert azért ezek a zenekarok tényleg olyan zenét játszanak, ami nagyon közönségbarát, mostani slágerek vannak, retro zenéket játszanak, meg mindenféle feldolgozásokat. Egyébként a versenyen van is egy ilyen feladat, hogy kiadtunk három mostani nagyon mainstream slágert, és azokat kell feldolgozniuk egy ilyen medleybe csokorba szedve, úgyhogy ez egy komoly feladat lesz majd nekik. A szombati nap az pedig hagyományosan ugye egy felvonulással kezdődik, majd ahogy az előző években is volt, és utána pedig fúvózenekari koncertek lesznek majd. A felvonulás kezdődik majd az Altaripa szabadidő parkból, és akkor onnan vonulunk át majd a Magház és a Kultúra és Központ udvarára. Ez igazából csak azért praktikus, mert a zenekaroknak ugye kell biztosítani az öltözéshez való helyet, stb. Tehát praktikum szempontjából áramforrás jobban elérhető ott, stb. Úgyhogy ennyi a trükkje a dolognak. Bárka fesztivál is lesz, azon is fel fogunk lépni, ez ugye azt augusztus 28-án lesz. Ott Kovács Zalán tubaművésszel felvettük a kapcsolatot, és ha jól tudom, akkor egy török zenekarral karöltve fogunk ott majd koncertet adni, lesznek közös művek is, amiket előadunk, illetve egy nagyon nagy megtiszteltetés ért minket, ugyanis a Nozil Brassnek a harsonása, Kis Zoltán, hát velünk fog majd játszani egy művet, a Hungarian Schnapsodit, amit hát nem sok magyar fúvózenekar mondhat el magáról, ha jól tudom, csak a soproniak játszottak együtt vele, és ez nagyon nagy megtiszteltetés, egy ilyen úgymond világsztárral együtt játszani meg. A vírusjárvány ugyan visszavetette a zenekart, mostanra írjuk lassan utol magunkat, de a fesztiválra már remélem úgy szólunk, ahogy én is szeretném, mondja a Tolnai Ifjúsági Fúvó Zenekar vezetője.